Már csak négy nap van hátra az amerikai elnökválasztásig, úgy tűnik, előkerült a demokrata kampánygépedet nehéz tüzérsége trump szemben. Ezúttal egy demokrata újságíró állítja azt, hogy száz órányi Epstein hangfelvétel van a birtokában, amelyeken konkrétan Donald Trumpról beszél, és a Fehér Házi tevékenykedéseiről. Közben javában zajlik a választás, ahol rendkívüli csalásgyanús jelenségeket videóztak le a választási gépeknél amelyeken a szavazók hiába pipálnák be Trumpot, helyette a rendszer Kamala Harris-t jelöli be. Tetőfökán tehát a feszültség az Egyesült Államokban. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál kulifai Máté! Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek és események hátterével foglalkozunk. Ha érdekli a folytatás, kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 97 ezeren követnek. Az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával tudják beállítani. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a Hetek rendkívüli választási közéleti klubot tart november 5-én 18 órától. Részleteket a leírásban olvashat. Ahogy telnek a napok, úgy durvul az amerikai választási kampány. Már alig csak négy nap van hátra a mindent eldöntő keddi napig, és most a baloldali Daily Beast robbantotta az úgynevezett októberi meglepetést. Ezt a kifejezést egyébként arra használják az amerikai politikában, amikor olyan hír robbant be az elnök választás előtt közvetlenül, amely befolyásolhatja annak kimenetelét. Mivel a választás mindig november elején van, ezért a mindent borító hírt, októberi, októberre teszik opcionálisan, innen az angol kifejezés, hogy október surprise, tehát októberi meglepetés. A mostani kampány során már több mindenre is rásütötték ezt a bélyeget, hogy akkor ez az a bizonyos októberi meglepetés. Először például Donald Trump rendezvényén felszólaló humorista viccére amelyben Puerto Rico-t szigetnek nevezte, majd jött Biden, aki viszont hulladéknak nevezte Trump támogatóit. Ennek nyomán a republikánus elnök jelölt maximálisan beleállt ebbe az elnöki sértésbe, és kukásnak öltözve jelent meg a soron következő kampány rendezvényén, ahogy számos republikánus politikus és véleménymezér is temetes zsákba volt, például Halloweenkor, hogy ezzel mutasson fricskát annak, hogy őket Biden hulladék embereknek tartja. Igen ám, de naivan feltételeztük azt páradással ezelőtt, hogy itt betetőzött akkor az októberi meglepetések sorozata. Most például a Daily Beast nevű baloldali amerikai portán robbantotta a hírt, hogy a birtokukba jutott, vagy illetve tudomásuk van arról, hogy van száz órányi felvétel Jeffrey Epsteinről, a milliárdos vállalkozóról, akit évekkel ezelőtt azért ítéltek el, mert egy kiterjedt pedofil hálózatot működtetett, a meghalt még azelőtt, hogy leleplezhették volna a politikai és gazdasági elit, mely tagjai követtek el kiskorúakkal szemben súlyos bűncselekményeket, például az ő magánszigetén. Azóta széles körben elfogadott elmélet, hogy Epstein lényegében a cellájában nem is öngyilkos lett, hanem kivégezték, mielőtt leleplezte volna a hálózatának prominens tagjait. A közösségi oldalakon keringenek különböző akták is, meg repülési naplók, amelyek tartalmaznak bizonyos neveket, több felvétel is napvilágot látott, de András Hercegen kívül nem igazán bukott bele senki ebbe a botrányba. Éppen ezért van nagy súlya annak az állításnak, mely szerint Donald Trumpot hozták hírbe immáron másodjára is a pedofil epstein -nel. Most konkrétan Michael Wolf újságíró hozakodott elő egy Epstein hangfelvétellel, amelyen a volt amerikai elnökről beszél. Wolf egyébként hat éve, 2018-ban jelentette meg a Tűz és Düh, Trumpa Fehérházban című könyvét a volt amerikai elnökről, aminek számos állítását Trump már cáfolta a megjelentetése előtt, pedig tiltakozott, mondván, hogy rengeteg kitalációt és valótlanságot tartalmaz. Nos, a mostani hangfelvételt az újságíró a saját podcast műsorában hozta nyilvánosságra, amely az állítása szerint egy 2017-ben egy menhetteni étteremben került rögzítésre, és amelyen Epstein hallható. A pedofil hálózat vezetője ezen arról beszél Wolfnak, Wolf hogy Trump emberei egymás ellen harcolnak, miközben a elnök pedig odakint mérgezi a kutat. Epstein arról beszélt, hogy Trump hogyan ossza meg a fehér ház saját dolgozóit, illetve a saját stábját, hogyan fordítja egymással szembe a beosztottjait. Epstein a következőket mondja a felvétele. Trump tíz embernek azt mondja, hogy Bannon egy szemétláda, majd azt, hogy Priebus nem végez jó munkát, és ezután, hogy Kelly ennek túl nagy a szája. Mégis mit gondolsz? A GP Morgan vezetőjének azt mondja, hogy te vagy a probléma maga, nem kellene megtartanalak, majd beszéltem egy másik támogatóval, aki szerint pedig új szó, szóvivőre lenne szükségem. Tehát ezt mondja Epstein. De picit kussza, meg zavaros gondolatmenet. Lényege egyébként az, hogy Epstein állítása szerint Trump első elnökségének idején behatóan rálátott a Fehér Ház működésére és utalt itt ugye Steve Bannon elnöki tanácsadóra, Rince Spribus kabinetfőnökre, illetve Kellyanne Conway vezető tanácsadóra is, aki az állítása szerint egymás ellen hangolt Trump, hogy így uralkodjon. A demokrata újságíró szerint a hangfelvételei bizonyítják, hogy a szexragadozó bőven a bűncselekményeinek nyilvánosságra kerülése után is rendkívül szoros kapcsolatot ápolt Donald trump -al. állítása szerint 100 órányi Epstein felvétele van, amelyen a Trump féle fehérház működéséről beszélt, és a trump való mély és hosszantartó kapcsolatáról, ennél többet azonban egyelőre Wolf még nem hozott nyilvánosságra. A felvételek azért kerültek egyébként rögzítésre, mert Epstein azt akarta, hogy Wolf írja meg az önéletrajzát. Wolf állítására is hangfelvételére Trump 2024-es elnökválasztási kampánystábja a következőképpen reagált. Michael Wolf szerintük egy leszerepelt újságíró, aki rendre hazugságok frab fabrikálásával adja el a fikcióit, nyilvánvalóan azért, mert semmi erkölcsi és morális tartása nincsen. Napokig várt azért, hogy közvetlenül a választások előtt tudjon beavatkozni a választások kimenetelébe Kamala Harris oldalán, ő egy bukott újságíró, aki a hazugságaival akar a figyelem középpontjába kerülni. Habár azt nem tudjuk, hogy a maradék száz órányi felvételen vajon mi szerepel. Minden esetre beszédes, hogy a most nyilvánosságra hozott felvétel részlet, hát nem igazán tartalmaz különösképpen terhelő állítást Trumpra vonatkozóan, ahogyan az is érthetetlen, hogy ezek a felvételek miért nem szerepeltek Wolf egy évvel később megjelent, ugye 2018-ban megjelent Trumpot leleplező könyvében, és miért nem kerültek elő például a 2020-as elnök választás során sem. Az viszont bizonyos, hogy a mostani választás olyannyira fontos a demokratáknak, hogy készek tényleg bármit bevetni Trumpal szemben, hogy ismét legyőzzék. Még a választási csalásoktól sem riadnak vissza. Két konkrét eset borzolta eddig a kedélyeket. Például a Kentucky egyik megyéjében az érintőképernyős digitalis szavazás során a gép egyszerűen nem engedte a választókat Donald Trumpra voksolni. Hiába próbálták meg érintéssel bepipálni a republikánus elnök jelöltet, a pipa nem jelent meg és ez még mindig semmi, mert a képernyő megnyomására a több sorral lejjebb levő Kamala Harris rubrika viszont automatikusan bejelölődött. Tehát a választó Trumpra akart szavazni, Trumpot nyomta meg, és a képernyő egy másik pontján harris jelölte be a rendszer. És ez nem egy mahinált felvétel, két különböző esetben is rögzítettek a felhasználók ilyen jelenséget, és ezt a hivatalos választási szakértők is megerősítették. A helyi főügyész hivatala Közleményben erősítette meg, hogy az alkalmazottaik, vagy nyomozóik több percen keresztül próbálták meg rekonstruálni ezt az anomáliát, és sikerült nekik. És tudják, mi az igazán abszurd? Hogy a Simpson család rajzfilmjében konkrétan ezt is előre megjósolták. Mint ismeretes, ugye a legendás rajzfilm, már számos korábbi politikai eseményt hát megmagyarázhatatlan módon előrejelzett. A most szóban szor, forgó esetben Homer Simpson egy hasonló választási gépen Barack obama már akar szavazni, de a rendszer helyette John McCain republikánus elnök jelölte be, Homer minden tiltakozása ellenére. Szintén érdekes jelenség a gépeknél egyébként, hogy Kaliforniában például konkrétan fel sem ajánlja a rendszer Donald Trumpot választási opcióként, hanem csak a tovább nyílra rákattintva mutatja meg a rendszer a sokadik választási opcióként a republikánus elnök jelöltet. Sok szavazó talán meg sem nyitja ezt a funkciót, hanem a meglevő opciók közül választ. Egy másik hihetetlen jelenség, hogy Michiganben egyetlen választási azonosítóval, 29 különböző szavazatot adtak le különböző helyszíneken. Itt a választás lebonyolító szervek megerősítették, hogy az így sokszorosított vagy duplikált szavazatokat a rendszer nem fogja számolni. Trump kampánycsapata minden esetre ezt a jelenséget is szorosan kivizsgálja majd a hatóságoknál. Már csak négy nap van a választásokig, de egészen biztosan még nagyon sok rendkívüli esemény fog történni, amelyekről igyekszünk mind. Beszámolni. A hetek egyébként rendkívüli választási közéleti klubot tart november 5-én, 18 órától a Szentpál Akadémián. Hakpéter jogászprofesszor a Pátkai Mihály Akadémiai Oktatóval, illetve Kána András jövőkutatóval keressük a választ. Például arra a kérdésre, hogy milyen hatással lesz majd a világra az -e amerikai elnökválasztás eredménye. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött a jelentkezéseket a hetek, kukac, hetek címre várjuk. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, Kulifai Mátét hallották. Ha tetszett a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 97 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásának segítségével. A véleményüket a komment szekcióban várjuk, tetszésüket vagy nem tetszésüket pedig like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!